A képeken látható személy tegnap délután jelent meg a város központi boltban, ahol az alig 50 másodperces látogatása alatt zsebre tette a két alkalmazott mobiltelefonját. A készülékeket az iroda melletti mosdóból vette el és elrohant. Megpróbálták üldözőbe venni, de nem sikerült elkapni. Öltözéke feketésbőr és bőrkabát farmer, sportcipő volt. Fiatal, 25-30 körüli. Legszembetűnőbb ismertető jegye a fejetetejéig felnyírt, csíkban meghagyott frizurája, az eladók szerint a tettes, visszaeső bűnözőkre jellemzően viselkedett. Azt kérik, aki be tudja azonosítani az elkövetőt, tegyen bejelentést a Kecskeméti rendőrkapitányságon. A boltban korábban is történt már hasonló eset, akkor az üzlet raktár ajtaját feszítették ki. Az eladók szerint a telefonoknak inkább az eszmei értéke jelentős, mivel a rajtuk található személyes fényképek pótolhatatlanok.